Nekem azt nyújtja, hogy ugye én a The Popper nevű zenekarban zenélek, 2 éve csináljuk ezt a bandát, és hát sajnos, hogy nem sörös, de engem ért ez a szerep, hogy a menedzser szerepét is még el kell vállalnom egy ideig, amíg nem talán valaki, akibe szakavatott. És nagyon örültem például, amikor láttam, hogy vannak ilyen ehhez kapcsolódó kurzusai az ennek, hogy például a menedzsmenttel is foglalkoznak ilyen kurzusokon, és akkor azokra rögtön le is csaptam még évelején kurzusfelvételni, hogy akkor ez biztos fog nekem majd nyújtani valamiatt, hogy szakmailag is hozzá tudjak állni ez a menedzser szerephez a zenekarba. És hát nagy meglepetésemre nagyon sokat profitáltam is ebből az utóbbi időbe. A billentyűsünk, ő már másodéves itt, és ő mondta, amikor idejött, hogy itt van ez a zenélő egyetem, és hogy akkor iparkodjak én is idejön és felvételt nyerni, úgyhogy akkor egy ilyen táptalajt nyerhetünk ezzel a zenekarunkhoz. A Pécsi Egyetemi Napokon is nyújtott például fellépési lehetőséget zenekaroknak, és kellemes tapasztalat volt az, hogy fölléphettünk egy Pécsi Egyetemmel kapcsolatos fesztiválon, és hogy rengetegen voltak a koncertünkön, ez is nagyon jól esett, és nagyon élveztük egyébként, élveztük, hogy itt játszhattunk a mikorosztályoknak, főleg az egy ilyen nagy húzóerő mindig.